Szólj hozzá! Köszöntöm vendégeinket a Kulturális Központ nevében. Citerán, Pintér József népi citerás összeállítását hallhatták. Recht herzlich begrüße ich unsere Gäste im Namen des Kulturzentrums und an der Citer hat Herr Pintér József gespielt. Az ünnepi testületi ülés folytatásaként elsőként felkérném Künzelszó polgármesterét, hogy a nemzetek falán helyezze el Németország tábláját. Als Fortsetzung der feierlichen Ratssitzung möchte ich Herrn Neumann bitten, die Tafel von Deutschland an der Wand der Nationen anzubringen. Országait sorakoztatjuk fel, jelképezve a barátság mély megyúló gyökereit és határtalanságát a csillagos égen. Barátok vagyunk címet viseli az a kiállítás is, melyet a jubileumi évfordulóra állított össze a Kulturális Központ. Wir sind Freunde, heißt auch die Ausstellung, die vom Kulturzentrum anlässlich des Jubiläums zusammengestellt worden ist. A tárlaton olyan relikviákat sorakoztattunk fel, melyeket német barátoktól kapott a város, intézményei, együttesei. In der Ausstellung sind Reliquien ausgestellt worden, die von den deutschen Freunden stammen, von ihnen der Stadt oder der Vereine, den Vereinen geschenkt worden sind. Természetesen ennél több ajándékkal érkeztek a künzelszóiak Marcaliba az elmúlt 25 év alatt. In den vergangenen 25 Jahren haben die Künzelsauer natürlich mehr Geschenke mitgebracht, als die hier ausgestellt sind. De a tűzoltóautót, vagy éppen a számítógépes parkot az épület korlátai miatt nem tudtuk kiállítani. Aber das Feuerwehrauto oder den Computerpark konnte man aus räumlichen Gründen nicht ausstellen. Idén egy másik évfordulót is ünnepel Marcali. 40 éve nyilvánították várossá. Dieses Jahr feiert Marcali auch ein anderes Jubiläum. Vor 40 Jahren wurde es zur Stadt erklärt, hat das Stadtrecht bekommen. Ennek alkalmából több más kiállítással is találkozhatnak itt a Korzóban. Aus diesem Grunde kann man mehrere weitere Ausstellungen hier im Korso sehen. A múzeumi galériában várostörténeti kiállítást láthatnak. In der Museumsgalerie können Sie eine stadtgeschichtliche Ausstellung sehen. A kortárs galériában Marcalihoz kötődő művészek mutatkoznak be. In der zeitgenössischen Galerie stellen sich Künstler vor, die ihre Wurzeln in Marcali haben. Az emeleti amatőr alkotó kiállító terében pedig városkép címmel láthatnak fotóválogatást Marcaliról. Und im ersten Stockwerk können Sie eine Fotoausstellung von Amateurfotografen sehen. Most kérem, tekintsék meg a kiállításokat, és fogadják a Kulturális Központ szíves vendéglátását. Köszönöm a figyelmüket. Ich bitte Sie, sich die Ausstellungen anzuschauen und genießen Sie bitte die Gastfreundschaft des Kulturzentrums.
Szólj hozzá! Egyik első Európai Uniós támogatásból megvalósult part a városban. Így a part kérdezett, a földerünk mint az uniós város. 2006-ban. Nyári. És itt a város központjában szeretünk volna létrehozni egy olyan emléket, ami a festővárosi kapcsolatok múltjába tekint vissza, és egyben lehetőséget biztosít arra, hogy a jövőben újabb képeket tudjunk. Nagyon nehéz volt olyan képet választani, ami kifejezi ezt az élő kapcsolatot, ami a két város között van. Mert nagyon sok egyesület került egymással kapcsolatba, és mindig volt olyan szervezet, aki megújította ezt a kapcsolatot, és tovább tudta vinni. Ezért döntöttünk úgy, hogy a két városháza fog szerepelni ezeken a képeken, ami egyben kifejezi a két közösséget is, mind kulturálisan, mind gazdasági tekintetben, és a személyes kapcsolatokon keresztül, ami a legfontosabb ebben. Szeretnék megkérni önöket, titeket, hogy együtt adjuk át. Már régebben vagy korábban beszéltünk arról, dass ihr die Latte immer höher legt. Hogy a színvonal mindig egyre magasabb lesz.
Und wir sind gespannt, was wir euch präsentieren können. Már most előre izgulunk azon, hogy mit tudunk majd mi önöknek nyújtani. Wenn ihr im Oktober zu uns kommt. Hogyha októberben innét vagy a küldöttségünk lesz. Ich darf mich nochmal an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. És hát ezen a helyen szeretném még egyszer megköszönni. Für die schöne Zeit, die wir bis jetzt hier mit euch verbringen konnten. Tehát ezeket a szép programokat, ezeket a szép napokat, amit együtt eltöthetünk. Auch ein paar Piano haben wir. Ja, ja, ja. Szólj hozzá!